Üdvözlök mindenkit, Bence vagyok likebike.hu-tól. Lehetne ez akár egy gyereknapi kiadás is, de még nem az, de viszont felkészülünk rá, úgyhogy a mai epizódunkban az Etec ZT68-as Kit Cross modell fogjuk bemutatni. A motorja 250 wattos, de jóval erősebbnek érződik a nagy lánctányér miatt. Nagyon nyomatékos. Egyből megindul a gépezet. Lehet vele dönteni. Előhátul tárcsafékes. Tökéletesen teszik a dolgukat. Erről is szépen rugózik a gépezet. Igazániból, hogyha nagyon jó nagypapák vagy faterok akarnak lenni, akkor ez tökéletes választás a srácoknak, illetve lányoknak is, nincs kivétel. Színopció 4 fajta van belőle, ezek a weboldalunkon megtalálhatóak. Igazániból ennyi az irány, vagy hát ennyi bekapcsolni a gépezetet, egyet fordítunk a kulcson, onnantól már megy és kész, csak hajtani kell. Jó poén. Röviden tömören ennyi, hogyha meg akarják lepni a gyerkőcöket, mondjuk így gyereknap alkalmával hamarosan, akkor ez egy tökéletes választás. Illetve, hogyha azt akarjuk, hogy új generációban is cross motor, illetve autófüggők legyenek, akkor szintén ezt a gépet javasoljuk. El kell ismerni, hogy azért én már egy kicsit túlsúlyos vagyok ehhez a géphez, de még így is könnyen megy velem. Elméletileg 50 kiló a max súlyhatár, amivel használni lehet. Én még vagyok egy kemény 73 kiló, de nincsen vele probléma. Egyébként 3 fokozatban állítható a rásegítés mértéke. Van külön lámpakapcsolónk is, az is tök jól néz ki, egy kis ledes lámpa van benne. Van duda is. Nagyjából ennyi. Töltés ideje egy ilyen 5 óra körül van. Tényleg a kezelhetősége roppant egyszerű. És jól néz ki nagyon. Úgyhogy szerintem lehet itt a csapatban mi is beruházunk, aztán ezzel fogunk itt versenyezni egymás között hétvégente. Nagyjából ennyi. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon és Instagramon. És itt a nyár, úgyhogy vegyenek egy ilyet a gyerkősznek. A viszontlátásra!